Mindenképpen a cél az, hogy lépjünk előre, saját magunkhoz képest mindig valami kicsivel több plusz tudjunk nyújtani. Természetesen az mellett, hogy eredményesek, tehát magyarul győzni szeretnénk, és eredményesek legyünk. Ezen a mérkőzésen próbálunk mindig olyan célokat megfogalmazni, illetve próbálok, ami eddig talán nem is az elmúlt mérkőzéseken, hanem egész a kezdettől fogva nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Itt a Türingenben is talán elsősorban a védekezésünknek egyes periódusait próbálnánk még stabilabbá tenni, és még jobban odafigyelni, oda koncentrálni rá, és ez nem feltétlenül a kapott gólok számát jelenti, hogy azok csökkenjenek, hanem tudjunk úgy együttműködni egymással, illetve a kapussal, a védőfal, ebbe szeretném, hogyha előre lépnénk. Mennyire erős ez a német csapat? Ugye azt tudni lehetett, hogy az Audiértó ki fog emelkedni ebből a mezőnyből, a másik három csapat nagyjából hasonlónak tűnt, ők ugye most még nem nyertek meccset, a helyükön vannak? Én azt gondolom, azért volt egy meglepetés, az első fordulóban a hazai pályán kikaptak a Koprivnicától, a Podravkától, amit azért láttunk, mi a múlt héten éreztük, hogy azért nem egy könnyű csapat, és nagyon nehéz ellenfél. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy a német mentalitást ismerve ez abszolút nem lesz könnyű, hiszen ők mindig soha nem adják föl, mindig mennek előre. Hazai pályán játszanak, biztos ellenünk, ráadásul mindenki 150%-ot akar teljesíteni, meg akarja mutatni, ami teljesen helyén való és jó is van. Tehát abszolút nem lesz könnyű a mérkőzés, de a Bajnokok Ligájában, a csoportkörben, még ha annak is tűnik, ezt higgyel mindenki, itt nincsen könnyű mérkőzés. Ugye a legutóbbi fordulóban 40 perc után dőlt el igazán a mérkőzés, most is a türelem lesz a kulcs? Tehát tudni lehet, hogy az Audiértól jobb, csak ki kell várni azt a pillanatot, hogyha mondjuk nem úgy alakul a mérkőzésen minden, ahogy szeretnéd? Ez egy nagyon fontos, most amit kérdeztél, illetve mondtál, megfogalmaztál, ez nagyon fontos. Van, ahol jól játszunk, van, ahol ez kevesebb idő alatt eldől. Van, ahol még a 40 percre lesz elég, ez akár mindig is furcsán hangzik, és nem kell itt a Bukarestre, vagy a Rostovra, vagy a nem is tudom, milyen top csapatok ellen, mert nekünk is vannak olyan periódusaink, amikor nem tudunk, még ha szeretnénk is, top formába játszani, hiszen nagyon sok és nagyon sok nehéz teher van a játékosokon. Ugye próbálunk egy gyorsabb kézilabdát játszani, létszámba egyelőre még nem tudjuk elérni azt az optimális számot, hogy így mondjam, tehát nem vagyunk elegen, nagyon várjuk vissza a sérülteket, hogy komplettek legyünk, és akkor meg tudjuk nézni, hogy ez meddig elég, ez 40, 50 vagy esetleg 60 percig.